Szép kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatódik a Hoki Legendákat bemutató sorozatunk. Itt a Fehérvári Beszélgetésekben vendégem Palkovics Krisztián, szervusz! Szervusz, Nagyon sok mindenki volt már itt, mindenki nagyon sokat tett hozzá a Fehérvári jégkorong megismertetéséhez személyén keresztül nyilvánvaló. Ugyanakkor az első vagy, aki a legnagyobbak közül való, ha úgy tetszik, hiszen az eredményeket majd nem sorolom fel, mert majd szóba kerül, de hát felsorolhatatlan jó szerivel. Kezdjük talán az indítatással egy legendás történet kering rólad, ami hála Istennek igaz, tehát nem mese, hogy édesanyád a volán sportirodán dolgozott és találkozott Ocskai Gáborral. Igen, köszönöm szépen is a meghívást. E, igen, hát az a, nagyon sokan megkérdezték már azt, hogy, hogy az ember egy sportról hogy kerül ugye, kapcsolatba a sportággal. És mindig elmondtam azt, amit te is elmondtál, hogy, hogy abszolút véletlen folytán. És anyukám ott dolgozott, és, és Gáborba ott invitált, hogy nem neked kedve korongozni. Nem tudom, most nem emlékszem vissza, hogy akkor éppen mire gondoltam, hogy mi az égkorong, vagy tudtam, hogy miről van szó, de szerintem nem hiszem. Az egy, az egy kisgyerek hat éves korában nem nagyon tudja azt, hogy, hogy milyen sportákat akar, vagy éppen maximum talán a foci volt az ember eszközel, közel, hiszen azért a labda az, az, bármikor könnyen elérhető volt, de a jégkorunk szerintem abszolút nem volt a, a, a kedvencek között, szerintem. És, és, igen, mondtam rá, és elkezdtem úgy jégkorongozni, és itt abszolút szerintem egy véletlen folytája jött az egész, úgyhogy de nem bántam meg, hogy így alakult. Ugye mindenkinél eltelik egy kis idő, amíg megszokja a jeget, a korcsolyát, stb. Nál, nah, de ez hogy volt? Hiszen alapvetően azt mondják, hogy a, a legtehetségesebb uh, hokisok egyike voltál, aki valaha is született Magyarországon. Gyorsan megtanultál uh, korcsolyázni? Megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy nincsenek olyan emlékeim azért, mert azért azért hat éves korról azért kevés emlék van az embernek. Azonom, hogy, hogy hogy valószínűleg hogy biztos, hogy az embernek azért kell egy, egy tehetség, hogy a rám a jégre, akkor most is, ha látunk, ráteszünk mondjuk tíz gyereket a jégre, akkor minden, mindenki, teljesen más, hogy fejlődik, valaki gyorsabban, valaki kevésbé, valaki rátemettebb a sportágra, azért ezt lehet látni, de azt gondolom, hogy valószínűleg gyorsan megtanultam, igen, és hát mindenképpen az, hogy tényleg sokat vittek, tehát az gyerekkorban egyértelmű, hogy az a fontos, hogy milyen sokat van az ember jégen, és ez a szülőtől függ, hiszen a, Hát akkor kiskorban korban szülők viszik edzésre a gyereket, úgyhogy én a családdal összefogva anyukám, papám, mindenki vitt edzésre, és így, így gondolom tudta megtanulni, és illettem mondjuk igazán jégkorongozó, mert azért én most látom azt, hogy azért most is a gyerekemet viszem már, ő is 7 éves, óriási áldozattal jár ez, és hát tudjuk azt, hogy a jégidő a legfontosabb, és ha a gyerek sokat vagy égen, akkor minél jobban megtanul. Világos. Ki volt az első edződ, aki azt mondta, hogy, hogy Krisztián tehetséges vagy? Hajrá, és egyre inkább ösztökélt, hogy többet és többet hozzon ki belőled. Hát Gábor Bá volt igazából a, ugye az egész végig a úgymond mentorunk, vagy, vagy úgymond az edzőnk, aki mindig minket biztatott, voltak, voltak közben edzőink, de, de vele kezdtük -e az egészet, és emlékszem arra, hogy végén még azért Szerencsések voltunk, mert sokszor a nagyobbakkal együtt edzettünk, tehát nem volt még ennyire, hogy hogy több korosztály, mindenhol 30-40-50 gyerek, szóval abszolút össze volt a fonodban a korosztályok, úgyhogy sokszor szerintem az is számított, hogy tudtunk edzeni a nagyobbakkal, és ott is tudtunk jobban fejlődni. De hát végül Gábor báv volt, aki azért, aki minket végig, végig, végig gardított, és, és mindig próbált minket felfelé-felfelé tolni, és ö, azt gondolom, hogy amellett, hogy voltak más edzőink, ö, ö, attól feltő volt mindig, aki irányított minket. Volt példaképet, Krisztián? Hát igen, a régi időben azért, azért mindig egy gyereknek a az akkori felnőtt játékosok ö, a példaképeink, illetve azért voltak akkor nagy orosz jégkorongozók, Szergely Makarov, ez, a, ez volt a híres sor, azért azon, gondolom, hogy ő, őket mindenki istentette, és azt gondolom, hogy nekem is talán ők voltak a legnagyobb példaképeim. Akkor az orosz hoki nagyon, nagyon híres volt, most is híres, de akkor ez a sor ez kiemelkedő volt az egész világon és azt gondolom, hogy talán az a számot is onnan, kapta, onnan kaptam, és onnan vettem, a 24-es volt a szemmakarobb, és ő azt a számot választotta magamnak, valószínűleg azért, mert hát ő egyik legnagyobb alakja voltak a jégkorong sportnak. Igen, hát a Harlamovék, Mihálylov, Petrov, Igen. Harlamov, Sadrin, Malcev, Jakusev, azért mondod, hát akkor... Fekiszovék, Tretjákkal, minden úgy, estő, az nem is, lehetetlen csapat. Igen, nem van. is kell akkor neked mondani, még jobban tudod, mint én, úgyhogy amennyire rémlik azért, Ö, ö, ezek, ezek maradtak meg bennem is. Valószínűleg az ő az orosz hokiból jött ez a, ez a, ez a úgymond ö, 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 a, az imádat, hiszen akkor az, ők óriási műveltek a jégen. Azok a légiósok, akik akkor ide kerültek, hiszen tudjuk, hogy ugye 83-ban akkor még hát fiatal voltál gyermek, amikor a pályafutásod elkezdődött, de az első bajnokcsapatban a, a, a már ugye ott részed volt, és ez egy legendás korosztály volt a tiétek, tehát nem csak itt Fehérváron, és erről majd itt bővebben beszélünk, hanem a Dunai városiak is, tehát a Ladányi féle korosztály párhuzamosan erősítették. Gondoltátok volna, hogy az élvonal, ha nem is az átcsoport, de utolérhető ilyen gyorsan? Hát sokan mondták azt, hogy, hogy van rá esély, meg még át is mindig mondta, hogy, hogy egyszerűen a fiúkból majd alcsoportos ékonomozók lesznek, de talán még mi sem hittük azért annyira el, úgyhogy, ö, ö, de valahogy azért éreztük azt, hogy ahogy ez a 75-76-os korosztály szépen lépkedtünk előre, nagyon jó eredményeket értünk el, ezért gond, már éreztük azt, hogy azért van, van remény, is lát, láttuk azt, hogy azért valami más, van megindult valami, és elég jól ö, zárkozunk fel a az élmezőnyhöz. Nem tudom, miért ez a korosztály nagyon-nagyon jól sikerült összerakni a, a társágot, és ugye a Dunajvárosi, Fejváróli meg, meg egy-két pesti csapatból egy nagyon jó 75-76-os korosztály került ki. És ez a korosztály végigvitte ezt az egész generáció, végigvitte ezt a, 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 a sportot Magyarországon, és ebből lett végig is ez az alcsoportos feljutás is. És nem is értem, hogy miért lett az, hogy utána lett egy nagy űr, tehát eltűntek ezek a 76-tól fiatal játékosok, lett szinte 8-10 év, amíg nem Igen. volt senki. Érdekes különben ez, hogy miért alakult itt ki. De akkor egy olyan jó, olyan jó, korosztály jött össze, hogy szintén végvertünk mindenkit, és már gyerekkorban is látszott az, hogy jönnek az eredmények. Mm. Úgyhogy ö, ö, érdekes dolog, ezt szerint mai napig szerint senki nem tudja a mi de nagyon összejött ez a, ez a, korosztály, és ez, a, ez a volt a magja vége ennek a válgatottnak, és így, így lépkedtünk a, 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 ranglétrán. Visszatérve a gyerekkorunkban pedig volt ez a a Fejénvár volán nagy rivalizálás, mindig velük játszottuk a nagy meccseket, és bosszantó volt, mert valahogy mindig jobbak voltak, és állandóan lemaradtunk a bajnoki aranyéremről. Tehát én az első aranyomat felnőttben nyertem, bocsánat, még egyszer előkészítőben nyertünk egy bajnokságot, úgyhogy az, az volt az első sikerünk előkészítőben, a legkisebbeknél, és utána semmit felnőttig. Tehát mindig a, a Dunőváros előlünk az aranyérmet, úgyhogy nagyon bosszúsak voltunk, mert hát mindig kikapni azért nem túl jó élmény. Aztán, utána. utána. beindult felnőtt de akkor már azért, ugye már felnőtt az más, ott már azért vannak igazolások, jönnek, jönnek játékosok, vannak légiósok, ott már azért egy csapat azért teljesen más, hogy átalakul. Mi szinten akkor csak voltak a fejváriak, meg voltak a Dunővárosiak. És mindig, mindig, a döntőt mi játszottuk egymással, de valahogy mindig, mindig lemaradtunk, úgyhogy, úgyhogy nagyon bosszantott minket de hát szerencsére felnőttben ez megfordult, de addig viszont sok borsot törtek az orrunk alá. Szó kell, hogy essék a barátodról, a testvéredről, a testvéri szeretetben nőttetek fel Gáborral együtt. Egymást húztátok. Ha valaki kimondta itt Fehérváron, vagy a magyar jégkorunk berkekben, hogy Palkovics, akkor hozzátették, hogy ocskai. Ha azt mondták, hogy ocskai, akkor fordítva. Hogy, ugye két különböző személyiségek voltatok a Gábor volt a befejező, te pedig a villámgyors előkészítő. Aztán ez megfordult értelemszerűen. És itt most nem 2009. március 25-éről beszélek, hanem hogy találtatok ti egymásra? Hogy alakult ki ez a, ez a mély kötelék? Hát igazából a nyarak úgy teltek, hogy mivel hogy a szülők dolgoztak, mi pedig a volán edzőpályán ott voltunk reggeltől estig. Tehát, hogy ha volt nyári szünet, akkor mi egész végig ott voltunk, és egymásra játszottunk. Ott voltunk ilyen nappal már a, a, a volánpályán, és ott ö, töltöttünk a nyarunkat, hiszen azért a szülő dolgoztak 84-ig, mi pedig nem volt iskola, ott voltunk, és ott együtt játszottunk, úgyhogy ö, az egész ott kezdődött már, és nem csak a jégkorunk, hanem a maga sok minden más programot is ö, együtt töltöttünk, és teljesen összefonódott a, a kis életünk, hiszen télen nyáron együtt voltunk mi szinte. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy, 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 egy színén testvéri kapcsolat alakult ki, hiszen ilyen nap együtt voltunk. Tehát amikor kimondta, hogy Palkovics Oszkai az első sor, akkor ott cserélődött Zalavári, igen, vagy igen, túl. igen, Csabi, igen, szóval sokan voltak mellettünk. De el. sokan voltak. Igen, és igen, érdekes, hogy, hogy ez szerintem ez tényleg különleges, hogy így, így milyennyire mi ennyire összefonódtunk az évek során is, hogy mindig együtt játszottunk. Ugyebár egy pályafutás során azért az emberek cserélődnek, valaki esetleg nem lesz olyan jó játékos, akkor, akkor elkerül másik sorba. Mi pedig annyira összefonódtunk, hogy végig játszottunk együtt. Akkor voltunk csak külön, amikor valamelyikünk sérült volt, vagy éppen Gábor egyszer elment talán egy, egy próbajátékra azt hiszem Csehországba, ott volt egy hónapot, de aztán visszatért, úgyhogy Szerintem ez nem is tudom, hogy van a világon még egy ilyen kapcsolat, kapocs, aki, aki ilyen szinten, hogy 30 keresztül egy játszik mindig vele. Én nem tudom, én ezt, ezt, egyszer utána kell nézni, mert sokan megkérdezték, hogy, hogy milyen érzés, és tényleg ez az a nagy dolog az, hogy egy csapatban, és egy sorba játszik valaki valakivel egyfolytában, azért egy, egy szerintem különleges dolog. Ez egy emberről. 83 83-tól 2012 igen. és 2009-ig, tehát úgy, hogy a kis hogy... hiány. Egy kicsit akkor most már jöjjenek a címek, aztán Gáborról majd szó esik. Én azt néztem itt a, a statisztikákban, hogy ugye volt a legjobb fiatal játékos, a legjobb ifi, a legjobb 93-94, aztán a legtechnikásabb, a legjobb csatár, Ez, és mindig kiegészítettétek egymást. Tehát amikor a legtechnikásabbat kérdezem, mert az nyilván az a, a csúcs, a legjobb csatár a csúcs, azt mondják, de hát a legtechnikásabb. Mit jelent a technika? Hogyan tudtad ezt tökére fejleszteni szinte? Hát igazából azt gondolom, hogy, 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 sok gyakorlás titka. Azért, azért tényleg, hogyha visszagondolok, egyfolytában égpályán voltunk, és ez volt az életünk, hogy, hogy a sport, illetve tényleg nem nagyon volt más lehetőség, és az iskola, az ember csak a jégpályán töltötte a szabad idejét. Akkor nem volt még ugyebár nem volt, nem volt számítógép, nem volt semmi olyan dolog, amit az ember el tudna foglalni, mint a mai világban. És egyfolytában a égpályán voltunk, nagyon, nagyon ritkán, nagyon keveset hiányoztam én is, Gábor is így volt, alig hiányoztunk a edzésekről, nem voltunk, nem voltunk sérültek, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokat tudtunk gyakorolni. Persze azért, azért régen nem volt olyan háttér, mint most van azért, teljesen más a, képzés, más, más a infrastruktúra, azért tudjuk azt, hogy nem volt fedett pálya, alig volt jég, tehát fel annyi régi idő volt. Kíváncsi azért mi lehet hogyha ha mostani időben születünk, és, és sokkal többet tudunk készülni, sokkal több lehetőségünk van mondjuk mindenre, azért most már más a, más a, a, a háttere is, teljesen más medrekben folyik, mint régen volt. Sokszor eső volt, hó volt, nem tudtunk égre menni, tehát ezek emlékszem, hogy mennyit szenvedtünk ott a jégpályán. Az edzők mennyit segítettek? Ugye sokat beszélünk arról, hogy Socskai Gábortól is kérdeztem, hogy aki elkötelezi magát a külföldi edzők mellett, az választ is egyben. Ugye van az orosz vonal, van az északi és a tengeren túli. Te viszont gyakorta mondod, hogy a legtöbbet, vagy illetve nagyon sokat tanultál Puskárjóftól. Boris Puskárjó volt az első külföldi volánnál, aki egy markáns egyéniség volt, valljuk meg, annál több is egy kicsit. Igen, igen, hát, hát van egy-két egy jó sztorom ezzel kapcsolatban, mikor, egy mikor edzésem ő is beállt játszani, sokszor ő volt a legkeményebb, tehát ő volt a legharcosabb közöttünk, és ha kellett, akkor leütközte az embereket, meg tényleg annyira fel tudta venni a ritmust, hogy, hogy ezt lehetett tőle tanulni, és nagy, nagy, segítség volt ez, hogy bejöttek a külföldi edzők. Hát egy, el kell fogadnunk azért, jégkorunk sportban nem voltunk egy, egy, egy régi nemzet, és a hát, jobbtól nem szégyen tanulni. És jött az orosz edző, Puskarjov, nagyon sokat tanultunk tőle, iszonyú kemény edzései voltak, szigorú volt, de olyanokat láttunk tőle, amit korábban sosem. Tehát azt a, azt a technikai edzéseket, amit ő tartott, azt régen soha nem csináltuk. Tehát azért azt mondom, hogy nem hiába ők azért évtizedek óta a Jézlő sportban ott vannak, és azt idehozta hozzánk közénk, ez nagy segítség volt. Szerintem ott, ott indult el egy olyan fejlődés bennünk, amit korábban nem is gondoltunk volna. Sokszor szenvedtünk, sírva jöttünk le edzésekről, annyit dolgoztunk, például nyáron, amikor voltak a kemény edzések, de azt gondolom, hogy megett az eredménye, és olyan fizikai állapotba kerültünk, hogy el tudtunk lépni a a hazai mezőntől is tudtunk eredményeket felmutatni, nagy segítség volt a ez. A légiósok is toltak benneteket fölfelé? A minőségi légiósok teszem Egyértelmű, hát azért emlékezünk, voltak, a kis Amelin, Vov, volt a Vassyuni, igen, ő is akkor volt a, a nagy ami jobb lövő volt a magas srác, nem a hirtelen nevét, de hát olyan kapás volt, hogy addig nem is nem tudtunk kapáslőni. És ő pedig odállt a is belőtt, és 10 tíz-öt belőtt kapásból. Ma már azért ez nehéz, nehéz ö, ö, elhinni, hogy ilyen volt, de olyan lövése volt a sársnak, hogy egyszerűen nem, nem tudták a kaposok levédeni. Úgyhogy, hát ezeket azért ö, ezekből tanulva, és ezeket látva tudtunk is fejlődni, és tudtunk szépen lépkedni fölfelé. Ráadásul egy legendás korosztály. Előtte el sem tudtuk képzelni, a C csoporton kívül van-e élet, aztán jött a divízió 1. Ugye van egy csomó érmed ezüst-bronz, tehát egy nagyszerű pályafutás, ha úgy tetszik, de a csúcs mindenképpen a szaporról. Tehát és nagyon nem sajnálod egyébként, hogy nem jött előbb az A saisport. Igen, ha hát jó lett volna, meg kicsit el voltunk kesere, mindig lemaradtunk. És olyan volt, mint a régen a vagyok Aranyaka, hogy mindig lemaradtunk a más, harmadik hely, a második hely, tehát ilyen mindig nem. lemaradtunk a feljutástól, és úgy éreztük, hogy úgy pont nem tudjuk meglépni azt a, azt a határt, ami kell ahhoz, hogy feljussunk A csoportba. És az volt a, a hogy hogy ő, Itthon nagyon sok VB-t rendeztünk, sok VB-n szerepeltünk itthon. És valahogy nem tudtunk ott úgy játszani, ahogy, ahogy kellett volna, és nem tudtunk itthon nyerni soha. Hát, tehát mindig, mindig, mindig kint jöttek a sikerek, és itthon volt annyi VB, tehát volt ott Fejvár, Dónyváros volt Debrecenben, Pesten volt több VB, és egyszerűen mindig itthon, itthon valahogy elvesztettük, és nem játszottunk a jól. Ez egy érdekes dolog, hogy ez a, a hazai közönség, vagy az elvárások miatt egyszerűen nem, nem tudtunk itt jól úgy szerepelni, is, és senki nem várta azt, hogy pont szapróba, a legtávolabból át kell állni, ugyebár más 6-7 órával előrébb vannak, át kell állni, hogy ott, ott lesz meg az, az áttörő siker, és akkor az egy ukrán- japán volt otthon, olyan csapatokkal játszottunk. És pont ö, ott nem számoltunk azzal, hogy hogy esélyesek lennénk, és mégis ott sikerült meg. 5 meccs, 6 gól. Igen. Azért az nem semmi. És ráadásul a dánoknak a vezető gól. Én akkor tényleg azt hittem, hogy na most megtört a jég, és sima a bentmaradás, ugye 1-0-nál a dánoknak a vezető gólt előtte. Igen, igen. Viszont ugye a 19 VB-n szerepeltél. Ez igen. is rekord, a 221 válogatottságod nem különben. Melyik volt a legjobb csapat? megállapíthatjuk ezt, vagy mind a maga nemében valamiért nagyszerű volt? Igen, hát egyértelmű, hogy azért régebben epizód szerepet játszottunk a verbánságokon. Tehát amikor az volt a cél, hogy maradjunk a C csoportban, és Ausztráliával játszottunk egy kiki meccset, mondjuk 93 ra emlékszem, akkor azért, azért teljesen más volt a magyar hokinak a, a, szerepe ott. Akkor ilyen 12-ket tizen, tizen, kaptunk a szlovénektől. Tehát ilyen, ilyen különbség volt, emlékszem ott a nagy, Zupán Csicsék féle nagy, nagy válogatott volt, szóval teljesen más volt a mi szerepünk, de bemaradtunk. Aztán később már, ahogy kezdtünk fejlődni, ott már, már jöttek azt, hogy akkor célcsoportot nyerni. Én nem is tudom, melyiket mondanám, de azt gondolom, hogy mindenképpen ez a, ez a csapat azért, azért azt mondanám a legjobbnak, hiszen akkor azért csak fejtöttünk az átcsoportba. Ott már azért minden évben közel hasonló csapattal mentünk, de talán azért mondanám azt a legjobb csapatnak, mert, mert akkor csak fejtöttünk és megvertük mindenkit. Tehát előtte mindig azért kikaptunk valakitől, mindig elhasaltunk valahogy, de akkor pedig mindenkit végverve az gondolom, hogy, 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 simán nyertünk. Manapság is sokszor van az, hogy körbeverés van, meg, de akkor az öt meccsből öt győzelemmel azért továbbmentünk, az azért óriási dolog volt, és azt, hogy tényleg kint Japánban, ahol azért nem volt azért közönség. bajnoki címeket azért nem mondom, mert az elmúlt abban az időszakban, amikor az ébel előtti időszakban, az teljesen természetes volt, hogy a volán a bajnok, hála Istennek tegyük hozzá, hat bosszankodjanak, volt Pest hegemónia éppen elég, ideig meg város, meg Jászberény előtte egy kicsit. Viszont amikor jött az ével, és már előtte is, azért hadd kérdezzem már meg, nem akartál külföldre szerződni? Hiszen biztos kerestek, gyors voltál, technikás voltál, a legjobb korban voltál. Igen, igen, hát ö, többször csábítottak, az nem titok. Ö, volt, mikor, például volt, amikor Janyos már voltam, személyesen egyeztetni Zolymóba, vagy olyomba, oda akartak kivinni, pont Jasko, amikor innen elment tőlünk. Kim voltam már, egyeztettünk, nagyon közel volt, nagyon vártak oda játszani, akkor is nem mentem, nem éreztem, a, nem éreztem oda. gondolok, jól tettem, mert az, a, jött az ebel azért az akkora áttörés volt nekünk. Én azt sem hogy nem jött korábban az ebel, az óriási lépés lett volna a magyar hoki számára korábban is, de egyszer benne voltunk 2000-ben ebben a Alpen ligában, ott, ott már voltak az csapatok, voltak, volt egy de utána csak 2008 ban jött újra az Ebel, az óriási áttörés, úgyhogy többször csábítottak, Szlovéniába, többször Jubionába is, már korábban is, akkor később aztán Bécsbe is, tehát volt lehetőség, de úgy éreztem, hogy, hogy a ligán belül elmenni nem, volt, nem éreztem akkor a áttörésnek, mint, mint mondjuk, ha azt mondták volna, hogy Bundesligába kimenni, vagy valami északi országba, csak ilyen csak helyre. Van. Szóval akkor úgy éreztem, hogy, hogy nem akkora nagy dolog ez, hogy, hogy elmenjek pont, a, most ugyanabban ligában játszak a csapatom velem, akivel, aki, 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 aki akin felnőttem, Legfélbe az nem egy-két hely különbség egy, egy, felfen, Igen, szóval nem. az nem, nem, volt akkora a csábító erő, úgyhogy és anyagilag sem, tehát meg nem is azt nézi az ember, kis nem fog az ember elmenni azon, hogyha, de éreztem volt, volna, hogy akkor a áttörés, akkor elmentem volna. Tehát, hogyha egy olyan feljebb levő liga, akkor az ember már mindenképpen léptem volna. Itt most így itt maradt, ma itthon maradtam mindig, sokan megkérdezik ezt tőlem, hogy miért, hogy nem próbáltam, Ez kicsit sajnálom, hogy nem próbáltam ki magam külföldön más csapatokban, mert az, az egy meg egy új élmény, egy teljesen más közeg. Hát ez így alakult, de nem bánom, mert legalább én így egy olyan játékos voltam, aki egy csapat játszott 30 évet, ami meg egy különleges dolog szerintem. Így van. 2011-ben búcsúztál el a válogatottól, egyesztendővel később pedig a volántól is. Teljesnek érzed a pályafutásodat? Ö, igen, nem csak én, de mások szerint is még volt, volt bennem egy-két év, de azt gondolom, hogy azon a szinten, amit, amit magamtól elvárnék, meg tőlem elvártak volna, már nem ment volna az a, az a, az a játék szerintem. Azért 37 éves hagytam abba, szóval 38-39 évesen nem lehet már hozni azt a, azt a fizikai erőt, ami, ami kell ez a sporthoz. A rutin, az, kevés, a rutin kevés. Ebben főleg egy olyan bajnokság, ahol azért nem, nem lehet 70-80 kal elérni ugyanazt a szintet, főleg, hogy hiába az ember rutinos, meg technikás, meg tehetséges. Szóval láthatjuk azt, hogy milyen nehéz. Is. És sok játékos ebben a hibában belesik, hogy, hogy még próbál, próbál játszani, és a végén már tényleg úgy kell lekönyörülni a pályára, és akkor az benne, hogy hát, szegény, de, de, jó volt régen, de hát most már, ez, ez már ennek már itt nincs értelme, meg nem az a játékos, aki volt. Szóval valahogy, én, valahogy ezért is próbáltam méltóan búcsúzni. Úgyhogy nem volt nehéz, vagy nagyon nehéz döntés volt, hogy most mit válasszak, hogy úgy próbáltam, hogy, csúcson abba hagyni, vagy inkább még, még játszak még egy-két évet. Azért közjátszott ebben is, hogy azért lett az első gyermekem, utána jött a második, 12-ben, és akkor azért akkor úgy éreztem, hogy ez már akkor a, akkor hanem olyan nehéz feladat a sportol számára, hogy nehéz kihozni maximumot magából két kisgyerekkel otthon, meg még az hogy ebben szinte heti három meccsel utazással. Szerintem ezt, ezt nem is lehet százszerzalékosan így, így, felkészülni egy meccsel, hogy valakinek ilyen otthon ilyen teendői vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem, nem döntöttem rosszul. Kíváncsi lettem volna, hogy akkor még hogy szerepelek mondjuk még két évig, de hát azt gondolom, hogy így pedig teljes volt a pályafutásom, mert, mert egy olyan, olyan szezon után hagytam abban, azért még nem, nem kellett azt mondani, hogy a Palkos Krisztián olyan gyenge volt, hogy már többet ne játszon itt nálunk. A motiváció pedig létezik, hiszen ugye Krisztián most már nő, és ahogy tegnap beszélgettem Ocskai Gábor, ő mondja, hogy István fia nem lesz jégkorongos, úgy Igen. tűnik, viszont a Zsuzsa fia, tehát nem marad Ocskai nélkül, bendegúz, viszont ügyes. és Srác, lesz akkor Palkovics Ocskai csatársor, mit gondolsz? Hát ő lehet. Én nagyon bízom benne, kisfiam nagyon szereti, ő 7 éves, nagyon szereti a jégkorongot, és ennek nagyon örülök, mert elején nehezen indult, 5 éves korábban levittem, és akkor, akkor mondta, hogy az egy, egyszer-kétszer esett, és mondta, hogy az apa, ez nagyon csúszik, meg ez fáj, meg elestem, ez nekem nem tetszik. Úgyhogy kellett egy jó egy év, miután újra levittem, és megszerette a sportot. Most meg teljesen szerelmese, úgyhogy ennek örülök neki. Apának óriási élmény egyértelmű, hogyha a fia égkorongozik, és, és szereti is. Úgyhogy Bendegúz két-három évvel idősebb, de ugyebár ez... ez most, még, most még, nem fognak együtt játszani, de felnőtt korosztályban már mindenképpen össze tudnak érni, és akkor simán lehet egy, Bendegúz, Vén Bendegúz, mert sajnos ott nem Ocskai Gábor a neve, nem Ocskai a neve, de lehet egy, egy ócskai dinasztiából feltörő gyermeknek a, a sortása, sortársa, úgyhogy meglátjuk majd. Bendegúz is nagyon ügyes, nagyon jókat hallottam róla, én is láttam játszani, nagyon technikás, nagyon, nagyon eltökélt és nagyon jó, nagyon, nagyon ügyes rác, úgyhogy óriási tehetség szerintem. A kerek az életed Adriennel és Emilivel, úgyhogy ez így rendben van. Egy dolgot viszont itt a végén hadd kérdezzek, meg ugye elsiklottunk felette, szándékos volt részemről, hogy, ugye amikor még a csarnokba, hiszen ez az otthonod, amit a pestiek a Raktár utcai hodájnak hívnak, ha tegyék, szerintem meg a jégkoron magyar temploma, ha tetszik, ha nem nekik, miként szembesülsz azzal, hogy napról napra elmégy Gábor képe előtt? Hát, képzeld el, hogy ha ha nem, nem tudom, hogy, 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 így nehéz erről beszélni, de hogy bemegyek a csarnokba, ott van pont a, a kis vitrin, és akárhányszor ránézek, ez azért mindig eszembe jut. Tehát még hogyha ha az ember napi életében nem is, nem is gondol rá, de még elején egyértelmű, hogy az első évben szinte nem volt a nap, hogy az ember még pályán kívül is rá gondoljon, most pedig mindig ennek mellette, is egyből rá gondolok, és akkor mindig, mindig egy jó érzést tölt el, hogy, hogy milyen, milyen, jó élmények voltak együtt, és hát nagyon sajnálom, hogy, 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 most már ezeket nem tudjuk átélni és átbeszélni. Úgyhogy még ezt visszatérve valószínű, hogy a Gábor ö, miatt is azért ö, hamarabb abbahagytam a pályafutásomat. Ma többször elmondtam már legutóbb is, hogy volt egy ilyen megbeszélgetés, hogy ö, ha Gábor le, ott lett volna mellettem, akkor egymást buzítva talán még, még egy-két évet lehúztunk volna. Tehát ez, ez, egy picit még egy is közjátszott, ezzel nem mondtam el, hogy, hogy, a Gábor szerepe miatt is én korábban abba hagytam, szerintem. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon, nagyon, jó érzéset töltem, amikor elmegyek a vitré mellett, és, és mindig rá gondolok. Úgyhogy, úgyhogy, ez már így fog lenni örökké. Úgyhogy tényleg majd nem is tudom, hogy fogom ezt, mikor átkölt, majd lesz esetleg egy új pályánk, ami, ami pár év múlva eljöhet, akkor ott nem lesz ez a régi emlék, nem lesz ez a úgymond a régi raktár utcai feeling, vagy mondják sokan, meg ez a istáló feeling, amit sokan említik, de nekem mindig ez az én szívem csücske, hiszen itt nőttem föl. Az itteni hangot szerintem nem lehet sehol, sehol pótolni, úgyhogy nem tudom, mi lesz majd ott az új pályán a hangulat, de szerintem ami nálunk van, az, az, az fenomenális. Olyan, olyan, a pályának olyan aurája van, hogy, hogy szerintem azt nehezebb lehet pótolni, semmilyen más csarnokkal, okay. akármilyen szép lesz mondjuk valahol. mondjanak, amit akarnak. Igen. Én köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy vagy nekünk, hogy voltál nekünk a pályán. Azt hiszem, hogy példaértékű mindaz, amit elértél, a jégkorong és a sportrajongók legnagyobb örömére. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a Fehérvári beszélgetéseket látták, mert igen, Palkovics Krisztián volt, jégkorong legenda. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!